Sziasztok, jó napot! Az utolsó ilyen videóban elvittelek titeket Jack in the Box-ba. Ma elmegyünk Taco Bell-be. Taco Bell nagyon híres, még sok helyen Európában is van, Ázsiában is van, de állítólag Magyarországon nincs, úgyhogy elmentem oda és vettem az olyan dolgokat, ami népszerűek, ilyen átlagos dolgok, ami nem csak ilyen speciális időszakban van, hanem mindig lehet kapni, és megmutatom nektek, hogy hogy néz ki ilyen helyre, ilyen taco, meg burrito, meg valami más cuccok. És, ja. A következő videóban megmegyünk Carl's Juniors-be. Most már sok helyen van Beyond. Beyond az a vegan, és én ettem már vegan burger Carl's Juniors-ból. Nem ízlett, nagyon szója íze volt, viszont ettem taco, vagy burrito egy másik taco helyről, amit arról is fog csinálni videót, Del Taco. Annak az olyan finom volt, a vegan burrito. Nem is lehetett tudni, hogy ez vegan. Úgyhogy ilyen vegan kajákról csinálok külön a videót. Úgyhogy remélem tetszik a videó, ha igen, tudod ott lent mit kell csinálni. És találkozunk a végén. Adjunk hozzá a húst? Nem, úgy, ahogy van. 60 centért. Nem, ez csak bean. Ha nem baj, úgy megkóstoltak, hogy van. Semmi, special, ilyen. Nézzük, tacos mi van. De ezek a tacos, ez lehet a kombóban. Aztán van benne egy másik. Ilyet akarok. Egy tacóban együtt? Ja. Akkor egy, milyen taco van benne? Van benne egy regular beef taco. Akkor beef taco ki kell venni tőle. Viszont itt van ez a Cholula Supreme, amit te rendeltél. De én nem fogom tudni, mi micsoda. Cholula Supreme, ez a nagy, utána van benne egy ilyen 5-layer beef burrito, van benne egy ilyen. Valami más lett kérni? Igen, van egy cinnamon. Chips and guacamole, chips and nacho cheese sauce. Igen, chips. And pico de gallo. Taco Bell. Adtak egy csomó szósz, sajnos az asztalok nincsen hitó, úgyhogy kocsiba kell enni. Aztán van egy ilyen doboz. Ebbe a dobozba tudsz többféle dolgokat venni, és olcsóbb, mintha külön-külön vennél. Itt van egy, kettő, három taco. Ez kettő burrito, egy taco, egy üdítő, és egy ilyen nacho cheese, meg dip. Cinnamon, yeah. Fahíjas, fahíjas valami, és ilyen kukin, ja, ilyen volt ilyen, nézzék. Édesek. So, ezek, ez guacamole, ez meg layered. Nyisd ki valamit. Oké, itt van szívószála. Millió. Nekik van egy ilyen egy dolláros menü, abból kértünk pár dolgot. Ezek a szószok mindegyikre más ráma van írva valami, én úgy szeretem ezeket. Play it cool. That moment when, dot, you so get me. Szóval ilyen kis aranyos ilyen felírások vannak ezeken. It's a secret. You're cute. Yes, to forever. Itt is van. Ez minden más-más fajta. Igen, ez ropogós, kukoricabor. Ez ilyen original. Ez sima csak búza. Csak sima darált hús, sajt meg lesz. Nem, úgy értem, hogy a sal. Ez meg a az a Supreme, benne van ilyen többféle dolog, és a neki kicsit ilyen soft, de ropogós a izé. Ez meg öt layer, hogy mondják layer? Réteg. Öt réteges burrito, hogy öt fél dolog van benne. Mindjárt. Itt van a öt réteges burrito. Mekkora halapás volt. Megeszel az egész kajámat. Nagyon jó. Tele van a... mi ez a? Tele van a tejföllel. Meg van benne bab. Bab hús, sajt. Rizs. Okay.
На мене ріж. Гуакамоле. Pink with it. Ezekkel a crunchy taco nagyon kell vigyázni vele, mert szétesik. Finom. Nem szeretem enni ezt. Én utoljára Taco Bell-be ettem, nem tudom, 11 évvel ezelőtt. Careful. Ez valami Cholula Supreme. Itt van a hús, van benne zöldségek, sajt, meg tejföl. Ez volt külön 3,45. Kb. Annyi. És a dobozba együtt volt kb. 5-6 dollár. 6 dollár kb. De itt van 4 darab, mindenféle. Burrito 5 dollár, nem? Vagy mennyi? 3 dollár burrito. Ha külön veszel. Sokkal jobb. A taco külső ilyen puha, és meg van sülve. Okay, szóval itt a második rendelés. Azt hiszem ez a chicken melt, hogy ilyen... Nem második rendelés, ugyanez a rendelésük másik rész. Azt hiszem ez, vagy ez a chicken melt, ez volt a 1 dolláros menübe. Ő ilyen shredded chicken, hogy ilyen... Reszelt csirke, és benne van olvasztott sajt. Tehát ott van még egy ilyen, szerintem az egy normális taco, ugyanaz, ami most ettünk. A másik meg ilyen crunch burrito. A crunch burrito azért, mert benne van ilyen chips. És attól ilyen crunchy, az is az 1 dolláros menü volt. Jó, hogy lekivettünk ezt a más pár items, ugye, ja. Nem tudom. Mondtam. Valami hadsereg lehetetni ezzel. És benne van chips, nem? Utána utána ez jött valami dobozba, és ital, ez és ez szerintem egybe volt. Uh-huh. Vagy ez és valamelyik ez. Valamelyik. Szóval szerintem ez egy dolláros volt. De nem, lehet, hogy benne volt. Na mindegy, whatever. Mindegy. Szóval ez, ma megnézzük, hogy ez mi. Benne van a húsi. Az a legjobb. Szóval ez egy tortilla, amit feltekertek. Ez finom. Mondjuk az a baj a mexikai kajával, hogy mindegyiknek van ugyanaz az íze. Ja. Ugyanaz. Nézd meg magyar kajából. Ha nézel a cigánypecsényen milyen más ízű. Pörkölt, a csirke paprikás más ízű, a brassói milyen más ízű. Szóval mindennek más íze van. Brassói. De ez mint egy forma, amit én nem tudom, ha csukott szemmel eszel, nem tudod, hogy mit eszel. Bab, sajt. Csak másképpen bezártak. Bab meg sajt. Ennyi. Szóval nézzük, ez az első. Mi lehet? Mi lehet ez? Szerintem ez a csirke. Valami füstölt, csipős. Füstölt? Csipős, füstölt. Ami füstölt... Füstölt paprika szósz. Ez egy dollár megéri. Ez nem nagyon nagy. Finom, de nagyon. Itt van ez a burrito. Itt látok középen. Ez a chipsek benne. Chips, hús, rizs. Akkor ez a crunchy, nem? Igen, ez a crunchy. De nem valami crunchy. Hát akkor elolvott. Rokogós. A rizs. Nem, hogy nagyon primitív kaj. Kicsit csípes. Nagyon messze van gyulai kolbásztól. Ami otthon mindig van nekünk. Uh-huh. Ja, ez már kicsit csípesebb. Ez a must have. Uh-huh. Ott mindig van. Okay. Bármivel jó. Ez volt oké. Okay. Okay. Ez volt elég jó. 1 dollár megéri. Ja, megéri. Elég nagy. Egyet még eszem, mert jól. Ja, azt hittem nagyon kicsi lesz. Uh-huh. Oké, okay, nézzük meg ez. Ott látszik valami. Sajt, tejföl, hús. Ez csípős volt. Ugyanaz, mint a többi, csak más forma. De nagyobb is. Ugyanaz? De több, tudod, ők tesznek több lettuce, saláta más ízű. Egy kicsit tesznek, több egy kicsit paradicsom bele, már egy kicsit más ízű. Szóval nem nagyon... Ugyanaz, mint a burrito, csak más... Szerintem a mexikai kaja, ez 10 products van neked, és te tudsz bármilyen mexikai kaját főzni. Nem? Uh-huh. Kukurica, bab, valami sajt. Aztán ez már ugyanolyan, mint az előzőben volt. Oké, szóval... Ezek voltak nagyon ilyen basic, ilyen állandó menü Taco Bell-ből. Majd legközelebb
második rész a videóba. Kipróbálok olyan dolgokat, ami nagyon ilyen speciális. Nekik még van ilyen grilled steaks, steak burrito, meg van még tányérok, ilyen, hogy nem kenyére, hanem tányére, meg vannak más dolgok, ki kell próbálni. De ajánlom, hogy... Én már nem akarok megszűkölyet enni. De ajánlom, ha ide ment, valami ilyen helyre mentek, először nézzétek meg a websájtokon, weboldalukon, hogy mi van, mert nem az egész mennyi van kiírva a táblára. Nem rossz, nem rossz, Kaj. Nem rossz. De mondom, csak mi nagyon sokat holnap rendeltünk. Nem is fogom róla emlékezni, mert olyan igen. Az, hogy primitív kajám. Uh-huh. Nekem a kedvenc magyar kajám az a... Mi az a... Valami székely káposzta? Salonyi káposztával. Oké, ha eljutottál ide, akkor végignéztél. Minden nagyon egyszerű, minden nagyon ugyanon ízű. Viszont én nagyon szeretem azokat a szószokat, amit adnak. Ők olyan ilyen savanykás, csípős. Igen, ennyi volt Taco Bellről. Oké, kaja. Nem mindennapi ehető, mert tényleg ugyanazok a dolgok vannak, mindenek ugyanolyan íze van. Egyszer volt meghibe egy olyan, hogy ilyen international, nemzetközi burgers, az egyik volt ilyen olasz, hogy benne volt mozzarella, ez volt olasz. Aztán volt egy német, és valami spanyol, mert valami spanyol ízesítők voltak benne. Holnap jön egy másik videó, addig is itt fent találkozunk.